Köszöntöm nézőinket! Önök a Telepaks Weekend híradóját látják. A kormány elkötelezett az atomerőmű üzemidő hosszabbítása iránt, jelentette ki dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet Pekári Gézával, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatójával tartott június 24-én a látogatóközpontban. Háromban minden van. A kormány és az ezzel foglalkozó miniszter ezt kiemelt feladatának tekinti, és ennek elérésében történtek ma talán fontos lépések. Ezekkel a szavakkal vezette fel dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója azt a sajtótájékoztatót, amelyet dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter Pekári Gézával, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatójával közösen tartott a látogatóközpontban. A téma az atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetősége volt. A miniszter arról beszélt, hogy a közelmúlt és a jelen külpolitikai, világgazdasági eseményei rámutattak arra, melyek azok a lépések, melyeket Magyarországnak meg kell tennie annak érdekében, hogy az energiaellátást fenntartsa. Az egyik legjelentősebb az atomenergetikának a további használata. Én azt gondolom, hogy Paks 2-vel kapcsolatosan a Paks 2 építése, ez egy olyan kérdés, amit a kormány továbbra is támogat, továbbra is akarjuk. De megjelent egy másik kérdés, miszerint még a Paks 2 által majd a jövőben előállított energiamennyiség sem lesz elég ahhoz, hogy részben a függetlenségünket, részben pedig a megnövekedett energiát tudjuk teljesíteni. Ezért ma arról beszéltünk, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbításának milyen lehetőségei vannak. A kormány elkötelezett amellett, hogy Paks egy üzemidejét lényegesen meg tudjuk hosszabbítani. A miniszter szerint olyan beruházásokat is terveznek, amelyek a paksi atomerőmű hatásfokának növeléséhez és az energiatárolás területén új megoldásokhoz vezetnek. Meggyőződött a pénteki tárgyaláson arról, hogy az üzemidő hosszabbítás minden feltétele adott, 10 és 20 év közötti hosszabbításról lehet szó. Palkovics László arra kérte az atomerőmű vezérigazgatóját, hogy 2 héten belül készítsék el a projektindító dokumentációt, amely azt követően a kormány elé kerülhet. Ez egy óriási lehetőség az atomerőmű kollektívája, illetve a régió számára is. Amellett, hogy tudom azt, hogy az alapvetően a külső körülmények ilyetén alakulása miatt, vagy ismert alakulása miatt következett be ez a feladat meghatározás, akkor is azért igyekszem mellé érteni annak a 40 évnek az eredményének az elismerését is, amit a kollégáink az atomerőmű működtetésével eddig bizonyítottak. Ugye alkalmasak vagyunk arra, hogy további üzemidő hosszabbítást előkészítsük és ezt megvalósítsuk. A projekt minden elemét a teljes nyilvánosság előtt kívánják végrehajtani. A Paks 1 és Paks 2 projekt szinkronizálása nagyon fontos, hiszen ugyanarra az energiaigényre, a Dunavizére, a munkaerőre számítanak, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az eseményről részleteket is láthatnak Közélet közelről című magazinunkban, amely bármikor visszanézhető a telepaks.hu oldalon és a Telepaks YouTube csatornáján. Népszerű volt az első múzeumi piknik június 25-én a római kori erődben. Lusszoniumba települt a szervező Városi Múzeum és Atomenergetikai Múzeum mellett a Paksi Képtár és a Városi Könyvtár is különféle római kort idéző foglalkozásokkal. A rendezvényt a Gang Band koncertje zárta. Militas intendite! Ad gladium cli! Na! Aquincumi légiósok katonai felvonulása is színesítette az első múzeumi pikniket, amelyet a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatának részeként szervezett közösen a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum. A dunakömlődi római kori erődhöz térítésmentesen autóbuszjáratok szállították az érdeklődőket, akik rövid időn belül benépesítették Lusszóniumot. Nagy a sikere a rendezvénynek, hiszen szinte a rendezvény első percétől kezdve már volt látogató és hozták a pikniktakarókat, és átvették a csomagjukat, és az első előadásokon is részt vettek, úgyhogy teljesen beváltotta a várakozásainkat. Az Atomenergetikai Múzeum programjai alkalmazkodtak a rendezvény témájához és a helyszín jellegéhez. Direkt egy kézzel pumpálok, hogy lássák, hogy egy kézzel is el lehet törni egy deszkát. Arra azért, hogyha otthon megcsinálják, vigyázzanak, hogy nem szabad gyorsan pumpálni, mert a fának hagyni kell azt az időt, hogy elfáradjon.
Eltörött a fa a palack felett, a népszerű fizikusok, azaz az ókorszaki szakik Hertlein Károly és Krizsán Árpád kísérletében. Az Atomenergetikai Múzeumot elkísérte Vince Bálint természetfotós is, aki a környék élővilágával ismertette meg a gyerekeket. Ott is van egy kép róla, az első, de van másik. Na, ki? Babolca vizet. 10 állomás helyen gyűjthettek pecséteket a kérdésekre helyesen válaszoló, előadást meghallgató vagy kézműveskedő, régészkedő gyerekek és családok. A pecsétekért cserébe a múzeumok ajándékcsomagját kapták. Mit gondolsz, belőtted ez a császárláb jobb vagy baloldali láb? Jobb. És ha egy kicsit jobban megnézed? Bal. Kitelepült könyvekkel a városi könyvtár, kézműves foglalkozásokkal a képtár, és még az arcfestést is kipróbálhatták a gyerekek. A Városi Múzeum sátraiban régészkedhettek, ásatást végezhettek, és nyakláncot festhettek. A Kacki Ásvándor játszótér környezetbarát játékaival szórakoztatta a gyerekeket. Az erőd mögött hosszú sorban álltak a sátrak, a romkertben fél óránként tárlatvezetést tartottak a régészek. Dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója elárulta. Reméli, hogy ez a rendezvény bizonyítja, hogy mennyi mindenre ki lehet használni Dunakömlőd nevezetességét. Én azt hiszem, hogy ez nagyon nagy siker. Most legalábbis, ahogy a látogatókat nézem, hogy folyamatosan érkeznek, bár fogalmam sincs, hogy mennyien vannak itt sokan, azt látom. Természetesen ez, ahogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, az azért nehéz, mert itt nem elegendő az infrastruktúra. Tehát azért itt nagyon-nagyon sokat kellett előzetesen dolgozni ahhoz, hogy megvalósuljon ez a rendezvény, és itt nem csak a sátorépítésről van szó, az elektromos áramtól kezdve a mellékhelyiségen keresztül mindennel ki kellett települni, úgyhogy ez egy kicsit megnehezíti a dolgot, de én nagyon reménykedem abban, hogy nem ez az utolsó vállalkozásunk ez ügyben, hanem ez talán folytatódni fog. Szél Zsolt és anyukája is jól érezte magát a rendezvényen, amelyen a legkisebbekre is gondoltak a szervezők. A kislányom, illetve a kisfiammal érkeztem, és egyelőre most érkeztünk, úgyhogy most kezdjük feltérképezni itt a sátrakat, de nagyon bizakodóak vagyunk, úgyhogy... És mit szólsz ahhoz, hogy ennyi rendezvény van Pakson, és a múzeum is készült egy rendezvénnyel? Nagyon-nagyon örülök, itt családos anyukaként nagyon-nagyon jónak tartom azt, hogy akár merre megyünk Pakson, akár az Atomtéren, akár a város másik felén, mindenhol színes programokkal találkozhatunk, úgyhogy mi nagyon örülünk, és igyekszünk egyre több rendezvényen részt venni. Melinda a barátnőjével járta végig a színes programokat és pecsétgyűjtési lehetőségeket kínáló sátrakat. Nekem nagyon tetszik, sok mindenem voltunk, pecséteket gyűjtöttünk, meg kézműveskedtünk. És miket kézműveskedtél? Kérem, készüljenek! Ilyen eget festettem, meg követ festettem. Hogy tetszik neked ez a római kor egyébként, amit itt megismerhettél? Hát nekem tetszik, sokszor szoktunk itt lenni, már közel lakunk. Élnél ebben a korban? Hát végül is igen. Az esti órákban nyúló első múzeumi pikniket a Gang Band zenekar koncertje zárta. Jubileumi koncertet tartott a Paksi Városi Vegyeskar június 25-én a Jézus Szíve Katolikus templomban, megalakulása 45. évfordulója alkalmából. A Babenyec László vezette kórus egyházi zeneműveket, népdalokat és filmzenéket adott elő, vendégük volt a Szekszárdi Kamara zenekar. Az Ungareszka című régi dal Bárdos Lajos által átdolgozott vegyeskari változata is felcsendült a Paksi Városi Vegyeskar jubileumi hangversenyének repertoárjában a Paksi Jézus Szíve templomban szombaton. A több zenei blokkból álló koncerten a korábbi fellépéseken elhangzott művek, az elmúlt 45 év zeneanyagából történt válogatás, filmzenék és egyházi dallamok is felhangzottak. A kórust 2 éve Babenyec László vezeti. Az első egy év azzal telt el számomra, hogy a kórusagokat megismertem, ki, milyen típusú ember, hogyan, milyen az élet háttere, mit csinál, hogyan csinálja. Megpróbáltunk ugye megismerkedni és összecsiszolódni ez a próbák előtt, alatt és utána is ugye szépen megvalósult beszélgetési folyamán.
ez volt az elsődleges nagy cél, a 45 éves jubileum. Folyamatos tervezési munka előzte meg a nagy sikerű jubileumi koncertet, és a kórus továbbra sem pihen. Babenyec László már ki is tűzte a következő fontos célt a vegyes kar elé. A következő nagyon nagy célunk, amit már a jövő esztendőre tűztünk ki, az a 2023-as esztendőben, hogy a fesztiváldíjas minősítése a kórusnak egy újabb, úgymond ilyen megvédése megtörténjen, mert ezeket időközönként meg kell, úgymond védeni ezeket a címeket, és ezt a fesztiváldíjas minősítés megvédést nem csak megtenni szeretnék, hanem egy kategóriában följebb emelni hangverseny minősítési kórusra. Ez a legnagyobb magyar díjazás, amit egy amatőr kórus elérhet. A fesztiváldíjas kórus 45 évvel ezelőtt munkás kórusként kezdte, az alapító tagok között volt Kunner Mihály, aki azóta csak néhány próbáról hiányzott, számtalan kedves élményt összegyűjtött az elmúlt csak nem fél évszázadban. Van egy nagyon jó élményünk, mikor Albániában voltunk, és ott nagyon jó érzés volt énekelni. Magyarul is énekelhettünk, és az egyházi dalokat is. Ami zene, az nekem minden tetszik. Az, engem a zene kikapcsol. Akkor megnyugszok, addig csak a zenének élek. A vegyes kar fiatalítást tervez dr. Harmad Gabriella is új tagnak számít, 5 éve a 40 éves jubileumi koncert meghallgatása után döntött a belépés mellett, korábban is énekelt kórusokban. A szombati koncerten szólóját is hallhatta a közönség. Én nagyon szeretek ebben a kórusban énekelni, és nagyon lelkesen járok a próbákra is. Nagyon jó kis csapat, rettenetesen összetartó. Hát igyekszünk ugye mindig alaposan felkészülni, most is nagyon régóta készültünk erre a koncertre, és hát remélem, hogy a hatás sem maradt el, és tetszett a közönségnek. A vegyes kart a koncert utolsó zenei blokkjában a Szekszárdi Kamara zenekar kísérte. A Paksi Városi Vegyes Kar jubileumi koncertjéről szólt csütörtöki Paletta magazinunk, a közeljövőben a koncertet teljes egészében láthatják a Telepaks csatornáján. A kórus legközelebb július 4-én lép a közönség elé a térzene program keretében a polgármesteri hivatal előtti téren. Rövid idő alatt megtelt a Sárga Dörtér június 25-én este a 10. Kávébor és Pálinka Fesztiválra. A rendezvény a retro jegyében zajlott és a hajnali órákig tartott. Lady Karnevállal hívta táncolni a Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál közönségét Korda György és Balázs Klári. A Sárga Dörtér hamar megtelt szórakozni vágyókkal, ahol a retro jegyében zajlottak a zenei és gasztronómiai programok június 25-én este. Az elővételes jegyszámokból már láttuk, hogy azért nagyon kevés jegy maradt csak a területre. Ez azért ezt tudatosan úgy építettük fel a kommunikációt, hogy mindenféleképpen maradjon egy 500 darab jegyünk a helyszínre. Ebből most már csak pár darabban, úgyhogy hip-hop ez el fog fogyni, úgyhogy teljesen megtöltöttük a Sárgödörteret. Ugye az idei a 10. év, amíg lerendeztük ezt a rendezvényt, úgy gondolom, hogy méltóképpen ünnepeljük itt a 10. évfordulónkat. Kiki vérmérséklete szerint bulizott, volt, aki az első sorokban csápolt, volt, aki az asztalon táncolt, és olyan is akadt, aki a hátsó sorokból énekelte régi kedvenc dalait. Annak sem kellett kétségbe esnie, aki megszomjazott. Mert szokásokhoz híven azért a pálinka sétányunk és a borás sétány is felépült, a helyi borászatok mutatkoznak be, valaki a pincéjében, valaki pedig kitelepülve a rendezvény területén, és itt lehet megkóstolni a helyi borokat és a kistérség pálinkáit. Kürtös kalácsot, kenyérlángost és laci pecsenyét is kínáltak a sátorokban a fesztiválozóknak, akik kordáikon kívül az álmokfutókat is meghallgathatták. Fellépett még mások mellett a Groove House, a Unique, Chris Rudy, a Fiesta, Josh és Betty, az Animal Cannibals, a házigazda Ben DJ volt. Zenés gasztrobortúrára várták az érdeklődőket június 25-én este Győrkönybe, ahol 7 présházban, 7féle étel és 7x3féle borkínálat között válogathattak a vendégek. Az est folyamán zenekarok is felléptek, retro party zárta a rendezvényt.
A Györkönyi Pincehegyért Egyesület tagjaiban 2010-ben vetődött fel az éjszakai zenés bortúra ötlete, a rendezvényt először 2013-ban tartották. Braun Zoltán, Györköny polgármestere szerint fontos, hogy valamennyi programban résztvevő borász és pince tulajdonos megfelelően felkészüljön, hogy minél rugalmasabban haladjon a bortúra. Most 7 állomás van a Pincefaluban, és mind a 7 állomás erre alaposan készüljön fel. Normális ételek legyenek, ami ízlik a legtöbbnek, mert ugye olyan nincs, hogy mindenkinek ízlik mind a 7féle étel. De azt gondolom, volt egy előkóstoló is, megnéztük az ételeket, hogy ez megfelelne önmagunknak, és azért az egy elég magas léc, hogy azt megugorjuk, hogy egymás között is azt mondjuk, hogy oké, akkor elvileg az oké kell, hogy legyen. A bor és gasztronómia mellett zene is várta a Pincehegyre látogatókat. Györgöny Schwab település jellegét a fesztivál zenei kínálata is tükrözte. A német népzene, schwab zene, sramli zene mellett ugye a magyar népzene, country zene, és különböző jazz, blues, soft rockig elmenő stílusok találhatók meg itt a Györkönyi Pincefaluban. Az alapötlet egyébként az volt, hogy nem egy high-tech fesztivált csinálunk, hanem egy low-tech fesztivált, tehát ilyen visszafogott. Ugye a maga a Pincefalunak a színvonalához, a stílusához illeszkedő fesztivált rendezzünk. Nem maradhatott el a fesztiválon a cigányzene sem. Krémer János borász már az első fesztiválon a vendéglátók között szerepelt, és ezt tervezi a jövőben is. Ezen az estén svábos töltött káposztát készített, cserszegi fűszeressel és kék frankos rozéval, valamint vörös borral kínálta vendégeit. Nagyon sok ember ismerős, összefut, és úgy látom, hogy mindenki jó szándékú, jókedélyű emberek jönnek, és ez egy óriási nagy előny, hogy itt évek óta van ez az egabor, még nem volt konfliktus sehol se, és erre büszkék vagyunk. Csipszer János eddig szinte az összes zene-gasztronómia borfesztiválra ellátogatott. Azt tapasztalta, hogy a Pincefaluban egyébként nem csak az egabó ideje alatt vendégszeretőek az emberek. Rengeteg jó ember összejött, tehát egyszerűen tömegek vannak, és látom, hogy jól érzik magukat, mindenhol egy kicsit más a bor, egy kicsit más az étel, amiben kínálnak, úgyhogy így nagyon jól el vagyunk, és tényleg ezt nem áldozat, hogy eljöttünk ide, hanem jól érezzük magunkat. Nem csak a közelből, Paksról, hanem az ország távolabbi településeiről is érkeztek a fesztiválra. Most 16 fővel érkeztünk, jöttek kecskeméti barátaink, vidékről is mások is érkeztek, és ez egy nagyon hangulatos rendezvény, és úgy gondolom, hogy egy országos, nívós program, amit azt mondom, mindenkinek látni kell, mert nem tudok Magyarországon még egy ilyet, amikor pincék vannak, térképet kapunk, és kapunk bort, meg különleges ételeket, és női szemmel nézve nagyon szépek a pincék, tehát fel van díszítve dekorációkkal az asztal, is gyönyörködünk benne. Van, ahol szalmazsákok vannak, van, ahol raklapok vannak, gyönyörű virágcsokrok, kompozíciók, tehát, hogy szemed gyönyörködtető a program, és gyönyörű abroszok, tehát nekem nagyon-nagyon tetszik a kreativitás is, amit belevisznek. A rendezvény zárásaként éjféltől retropartit tartottak a Pincefalu főterén. Tanévzáró gála műsor tartott június 26-án a Csengei Dénes Kulturális Központban a Pódium Tánc Stúdió. A Báló Vivien által vezetett stúdió mintegy 80 növendéke fellépett az alapcsoportosoktól a versenyeken induló tehetségekig. Szabó Panna Gréta Kalitkába zárva című produkciójának is tapsolhatott a közönség a Pódium Tánc Stúdió tanévzáró gálaműsorán vasárnap a Csengei Kulturális Központban. A stúdió a koronavírus járvány ideje alatt is működött, online oktatták a növendékeket, akik közül az alapszakosok és a versenytagozatosok is megmutathatták tudásukat az évzáron. Koreográfusuk a stúdió vezetője Báló Vivien volt. Nagyon sokszor ilyen hétköznapi problémákat dolgozunk fel, és ezzel egy ilyen üzenetet próbálunk közvetíteni, valamint olyanra is volt például, hogy például az én magánéletemből, tehát amit én átéltem, vagy megéltem, egy esemény, egy történet, egy életérzés, azt nyilván nem mondtam el az adott táncosnak, de azt koreografáltam meg.
Viviennek Frast, Dobrovics Réka és Horváth László mellett saját nevelésű főállású segítsége lesz ősztől Németh Nikolett személyében, aki a stúdió táncosa jelenleg is számtalan nemzetközi versenyen elért első helyezéssel. A Vivien mellett voltam végig, és ő végig segített, és amikor elkezdett betanítani ugye edzőnek, akkor rengeteget tanultam mellette, és gyarapítottam a tudásomat is, a gimnasztikai elemeket, a kortársos, modernes elemeimet is, és rengeteg edzővel is tudtam együtt dolgozni. Volt lehetőségem rengeteg elemet megtanulni, és így otthon is ugye fejlődtem, karanténban rengeteg videót néztem, amiből szintén tudtam tanulni. Szlovacsek Stella még csak 7 éves, de már az ígéretes táncosok között tartja számon Vivien, ősszel versenyre megy. Otthon is mindig táncolni szerettem, és egyszer anya azzal meglepett meg, hogy beiratkoztam. És jó ide járni szeretsz? Nagyon. El tudod nekünk mondani, hogy te miért szeretsz ide járni? Hát én amúgy mindenért. A Pódium Táncstúdió gála műsoráról szól majd július 7-i Paletta magazinunk, amelyben a rendezvényről és a táncosokról is többet megtudhatnak nézőink. Életbe lépett az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, amely június 27-én hétfő 0 órától csütörtökig tart. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. Pakson is felkészültek a rendkívüli melegre, a Mezőföldvíz Kft. Szerdán és csütörtökön a gyógyászati központ melletti füves területen oszt vizet az arra járóknak. Amennyiben a hőségriadót péntekig meghosszabbítják, akkor július 1-én a piacon osztanak vizet. Legközelebb friss hírekkel és víkendhíradóval pénteken jelentkezünk. Addig is tartsanak velünk, viszontlátásra!